Régi szokását megtartva az NB2-ben Dunaújvárosban is mindig ő állt futballcsapat a kapujában az ősszel, kivéve a legvégén, amikor már gyűltek a viharfelhők a klub feje felett, ami végül anyagi válsághoz vezetett és Szűcs Lajos távozásához, aki kapus edző, valamint szakmai vezető is lett nevelőegyesületénél a Rákos mentén, tehát mondhatni hazatért, ő van itt nálunk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Lajos, ez mióta érlelődött benned az elhatározás, hogy valamilyen szinten, tehát akkor hazatérsz? Az igazság az, hogy picit szeretnék pontosítani, az RKSK-ban én soha nem futballoztam. Tehát én a 17. kerületben, ahol az RKSK működik, ott születtem, sőt az édesanyám, meg mi a nagyapám is ott született, tehát igazából ilyen szempontból vagyok lokálpatrióta, hogy Törzsökeres 17. kerületi lakos vagyok. És még azt is el szeretném hesegetni, hogy Dunaújvárosból igazából nem a úgymond kialakult helyzet miatt távoztam, hanem az elmúlt év vége felé megkeresett a Szijjártó László és Martonosi László, az elnök és az elnök helyettes, hogy valamiféle funkciót szeretnének. Tehát engem. A lokálpatriótát oda akarták kötni. Így van. A környékhez. Lehet így is mondani, lehet így is fogalmazni. Az igazság az, hogy megkerestek, hogy elsősorban, hogy nem lennék-e kapusedzőt, vagy egy ilyen központi kapusedző, ami annyit jelentene, hogy az első csapatnál is és az utánpótlásnál is dolgoznék, mint kapusedző, foglalkoznék a gyerekekkel. És hát beszélgettünk, és utána arra jutottunk, hogy ők abban gondolkodtak, hogy esetleg mi volna, ha elvállalnám ezt a szakmai igazgatói posztot is emellett, hogy még ráadásul kapus is vagyok. Na igen, mert hogy az nyilvánvalóan nehezen ment volna, hogy te az RKSK-nál vagy kapusedző, és közben Dunaújvárosba védesz. Igen, ez egy kicsit morbid lett volna, úgy gondolom. Már csak abból a szempontból is, hogy azért van hol távolság. Hol vagy éppen edzésem. Igen, van távolság. Két helyen nem lesz egyszerre. Így van, de hát azért így is azért van mennivalóm bőven, úgyhogy elég sokat dolgozok. Na most, de azért mégis akkor azt mondd el nekünk, vagy magyarázd el, hogy ha nem az anyagiak miatt, mert nehéz helyzetbe került te Dunaújvárosba, akkor ez egy olyan erős csábítás, hogy mondjuk egy osztályt menjél még inkább lefelé, ugye az NB2-ben vétél előtte az NB1-ben, és azt mondtad, miután Dunaújvárosba kerültél, hogy ez egy jó csapat és jó közösség. Én most is azt mondom, de hát ugye látjuk, hogy Dunaújvárosban már sajnos alig-alig maradtak játékosok. Hát nem csak te távoztál. Igen. Nem csak én távoztam, én nem azt mondom, hogy én indítottam el a folyamatot, de még egyszer mondom, hogy nem ez volt az oka ennek. Annak ellenére, hogy tudtuk, hogy nem minden igazából finoman fogalmazva rózsás a helyzet, de mindig bíztunk abban, hogy megoldódik. Tehát azt lehet mondani, hogy sajnos ez most így az év elejére derült ki, hogy egyre nehezebb helyzetben van a klub. Ennek ellenére nagyon bízok abban, hogy az ottani vezetők meg fogják oldani dolgot, és igazából Dunaújvárosnak marad NB2-es futballcsapata. Na most innentől kezdve tehát, és a Siófok ellen is védtél, te változatlanul ott fogsz állni a kapuba terveid szerint, igaz? Hát a Weber Gyuri tulajdonképpen az első csapatnál, ami van, annak ellenére én vagyok a klubnál, a labdarúgásnál a szakmai igazgató. Tehát az NB3-as felnőtt csapatnál mindenre az ámment a Weber Gyuri mondja ki. Na várjál, de te mint szakmai igazgató bármikor kirúghatod a Weber Gyurit, nem? Nem, ilyen erő szó sincs. Igazából ő rúghat ki engem, maradjunk ennyiba. Tehát jó, te csak a labdát rúghatod ki. Így van. Tulajdonképpen a Gyuri az, aki dönt abba, hogy milyen játékosok kerüljenek az első csapathoz, milyen összeállításba, milyen összetételben szerepeljen a klub az adott mérkőzésen. Beszélgettünk erről sokat, és picit ugye így az ember gondolkodik, hogyha kapusedző vagyok, és van egy felnőtt csapatnál egy kapusom, aki jelen esetben a Markek Tomi, hogy végeztem a munkámat, mint kapusedző, ha mondjuk nekem kell védeni. Tehát ezzel picit megmondom őszintén, így nem foglalkozok. Nincs jó döntés, mert mindenképpen a te munkádnak a kritikája, igaz? Vagy nem vagy olyan jó kapus, vagy nem vagy olyan jó kapusedző. Így van, tehát azért mondom, hogy ez egy picit olyan faramúci helyzet, ettől függetlenül ezt egy picit így félretéve, természetesen az edzéseken teszem a dolgomat, úgyis, mint kapusedző, úgyis, mint játékos, tehát mint kapus. Majd a Gyuri fogja eldönteni azt, hogy kiben bízik jobban, vagy hogy látja jónak a csapatnak a felállítását. Na most Weber Gyuri, te már dolgoztál korábban is együtt. Az ő személye az hozzájárult a döntéshez, hogy oda menjél?
Hát nyilván a Gyurival nagyon régóta ismerjük egymást, több mint 20 éve. Játszottunk is együtt, edzőm is volt. Én úgy tudom, hogy ő is szerette volna, hogy oda kerüljek. Ő tudta azt, hogy amikor ide került az RKSK-hoz, hogy én ugye Tőzsgyökeres kerületi vagyok, és hát azt lehet mondani, hogy ez a kerület azért elég sok a magyar labdarúgásban meghatározó játékost nevelt ki, ha csak így gyorsan szegény Zavadszky Gábort említem, vagy Telek Andrást, akkor azt gondolom, hogy azt lehet mondani, hogy azért elég sok labdarúgó generáció nőtt fel a kerületből. Na most ez a csapat jelenleg jó középerős az NB3-ban, de milyenek a tervek? A langyosokat kiköpi az úr? Hát sem a Gyuri, sem pedig én nem az a típusú emberek vagyunk, akik szeretjük a langyos vizet. Mindenféleképpen szeretnénk feljutni a másodosztályba, amire azt gondolom, hogy erre idén is van reális esély, hiszen legjobb harmadikként, és abban biztos vagyok, hogy a keleti csoportból fog kikerülni a legjobb harmadik. Ennek az elérése azt gondolom abszolút reális. Nyilván hogyha nem sikerül, akkor ugye most rosszat mondtam, de azon dolgozunk, és nem is fordul meg más a fejünkbe, csak az, hogy a minimálisan a legjobb harmadikként, vagy is jobban mondva, a keleti csoport harmadik pozícióját elérjük. Mert hogy ezek szerint akkor az a jövőkép, hogy már középtávon is, sőt nagyon rövid távon a kerületnek legyen egy stabil NB2-es csapata? Igen, azt gondolom, hogy ugye a 17. kerület területét tekintve legnagyobb kerülete Budapestnek, mindenféleképpen jó lenne, hogyha a kerületnek lenne egy NB2-es csapata, és hát azt hiszem, hogy ez a későbbiekben ugye az utánpótlás szempontjából is sorsdöntő lehet, hiszen jelen pillanatban a legnagyobb kincs, ami van a futballban, azon nálunk kevés, ez pedig a gyerek. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha durván 110 gyerek van most ugye, aki a labdarúgó az RKSK színeibe, szeretnénk ezt megsokszorozni. Nyilván ez nem megy egyik napról a másikra, de kell mondjam, és szintén ez megint egy nagy öröm ugye a magyar labdarúgásnak, hogy ebbe segítségünkre van az is, hogy a magyar labdarúgó válogatott kijutott az Európa-bajnokságra. Lelkesebbek a gyerekek. Igen, hát hogyha mondjuk 10 gyereket veszek, és mondjuk 10 gyerekből eddig csak 4 akart futballozni, és most lesz 6 vagy 7 gyerek, aki akar futballozni, és ebből egyet sikerül elhódítani, akkor azt gondolom, hogy már jól dolgoztunk. És neked az is dolgod lesz, hogy minél több kapus tehetséget vagy reménységet keressél, igaz? Így van, hát én ugye nekem ugye az elsődleges ugye a kapus, én mindig azt szoktam mondani, hogy van a kapus, meg a 10 ízeltlábú. Igen. De tulajdonképpen rengeteg tehetség. Tehát azt kell tudni, hogy a magyar ember az egy tehetséges ember, csak meg kell találni azt, hogy miben tehetséges. Mi az oka annak egyébként, hogy kapusba, pontosabban kapusképzésbe úgy tűnik, hogyha a nemzetközi piaci helyzetet nézzük, előrébb járunk? Hát ez évek óta így van. Hát ez így van, pontosan. Ez évek óta így van, azt hiszem, amikor én voltam fiatal kapus az NB1-ben, akkor is ugye rengeteg olyan kapus volt, ugye Sáfár Szabolcs, Babos Gabi, Vezér Ádám, akik ugye meghatározóak voltak az NB1-ben, és aztán ugye nemzetközi porondon is megmutatták azt, hogy igazából, hogy tehetségesek. Nem tudom, azért valahol azért egy kapusposzt egy egyéni sportág, ugye látjuk azért, hogy a magyar sportolók, és ha nem futballistákról beszélek, azért egyéni sportokban ugye elég jó eredményeket érnek el nemzetközi porondon is. Hát lehet, hogy bár el kell, hogy mondjam, hogy nem akarom, tényleg egy picit úgy hangzik a számból ez, mint hogyha kritizálnám a csapat munka mellett folyó munkát. Én azt hiszem, hogy van rengeteg olyan játékos, aki kikerül külföldre, magyar fiatal futballista, és akkor azt mondja, hogy hát pörgősebbek az edzések, meg gyorsabbak az edzések. Én megmondom őszintén, hogy hosszú pályafutásom során sok edzőm volt, de egyetlen egy edző sem tiltotta meg a játékosnak, vagy a fiatal játékosnak, hogy gyorsabban csináld a cselt, gyorsabban fussál. Tehát ez igazából ez egy picit értetlen vagyok. Hát az első motivációk, ugye? Az is, amiről beszélünk. Hogy... Egy picit, de én azt gondolom, hogy talán az, hogyha kikerülünk fiatalként, vagy tehát egy fiatal játékos kikerül egy futball nagyhatalmú országba, Olaszország, Németország, sorolhatnám, akkor lehet, hogy ott a millió, ami körülveszi a futballt, az lehet, hogy picit más.
Na most Lajos, akkor korán sem zárhatjuk ki azt, hogy rövidesen téged, ha nem is minden héten, de azért hébe-hóba, néha-néha látunk NB2-es mérkőzéseken újra védeni. Hát nagyon bízom benne, hát én nagyon szeretek védeni, nagyon szeretek futballozni, nem tudok elszakadni a labdarúgástól, imádom ezt a sportágat. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy egy nagyon megtisztelt feladat, amit most be kell töltenem, igyekszek megfelelni neki. Jó munkát neked ez az új helyzet, ez az új kihíváshoz, most már több poszton is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.